megtennének, ha csatlakoznának. Sziasztok fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán. Én Tamás vagyok, és a mai videóban elhoztam nektek 10 fontos történelmi karaktert a Star Wars univerzumából. Mielőtt belevágunk, szeretném hangsúlyozni, hogy a karakterek nem fontossági sorrendben vannak, egyszerűen ezt a 10 szereplőt választottam, hogy ebben a videóban bemutassam nektek. Admirális úr, ellenséges hajók az MB-7-es szektorban! Kapta! A legendás hadvezér és zseniális taktikus Akbar a köztársaság visszaállításáért küzdő szövetségben lett admirális és a lázadó flotta parancsnoka. A klónháborúban a Mon Calamari őrségben szolgált, Lichar herceg az ő segítségével nyerte el a bolygó trónját és menekült meg a szeparatisták elől. Az admirális végül az első rendeleni küzdelemben vesztette életét, amikor is tájvadászok kirabbantották az ellenállás vezérhajójának parancsnoki hídját. Uram, adás érkezik a bolygóról. Amidala királynő maga. Padmé Amidala a Naboo választott királynőjeként és szenátorként is keményen harcolt a bolygót megtámadó kereskedelmi szövetség ellen, s bevonta a harcba a Jediket is. Anakin Skywalkerrel kötött titkos házassága sajnos tragikus véget ért, amikor szerelmét elragadta a sötét oldal. Padmé megtört szívvel hunyt el, de még előtte életet adott két gyermeknek, Luke-nak és Leia-nak. Jelentkezést kérek! Vörös jelentkezik! Wedge Antilles lesz a lázadó pilóta, nem egy, hanem két halálcsillag elpusztításában is részt vehetett. A Yavinni csata után a kevés életben maradt vadászpilóták egyike volt, az Endornál viszont már ő maga lőtte ki a második halálcsillag reaktorát. A későbbiekben fontos titkos küldetésekben segítette az új köztársaságot, illetve szerelmi kapcsolatot létesített Nora Wexley-vel, Temin Wexley édesanyjával. Mon Mothma a klónok háborújában a Chandrilla szenátora volt, de Palpatine főkancellár hatalmának növekedésével egyfajta ellenálló hálózatot kezdett el szervezni többek között Bail Organával és Padmé Amidalával. A köztársaság visszaállításáért küzdő szövetségben viszont már kulcs szerepet játszott, később ő lett az új köztársaság első kancellárja. Hondo Okana egy ravasz Wikvei kalózvezér volt, az Okana banda vezetője, bázisuk a külső peremvidéken a Florum bolygón helyezkedett el. Emberrablás, rablás, fegyverkereskedelem és zsarolás, ez mind megfordult a számláján, számos összecsapást túlélt Jedikkel, szeparatistákkal és még magával Darth Maul-lal is. Savage Opress egy éjfivér harcos volt, akit Tázin anya sötét varázslata egy szörny szülötté változtatott. A sötét oldal a Dooku Gróf tanítványaként ismerkedett meg, amikor annak a korábbi tanítványa Assage Ventress bosszút akart állni egykori mesterén, így beépített ügynökként beküldte hozzá Opress-t, aki viszont később önálló akaratra tett szert, és mindkettejük ellen fordult. Később halálból visszatért fivére Darth Maul tanította, akivel együtt még Darth Sidious-szal is megküzdött. Ő viszont már legyőzte őket és megölte Opress-t. Leia Organát hercegnőként nevelték fel az Alderaanon, később szenátor és a lázadók vezetője lett, valódi apja Darth Vader nem sejtette, hogy Leia az ő lánya. A galaktikus polgárháború megnyerése után Leia hozzáment Han Solohoz, és tovább vezette az ellenállást a gonosz első rend elleni harcban. Cad Bane a kegyetlen veszélyes durosz fejvadász a klónháborúban szerzett hírnevet magának. Merész holokron lopás a Jedi templomból, rabszöktetés Coruscanton, még a köztársaság főkancelláriát Palpatine-t is elrabolta. Nem volt feladat, amit ne vállalt volna el elegendő pénzért cserébe. Állítólag a másik hírhet fejvadász Boba Fett sisakján lévő horpadást is ő okozta. Az ellenálló pilóta Poe Dameron hűséges utitása ez a gömbtestű astromech droid, gazdája őrá bízta a Luke Skywalkerhez vezető térképet. Miután a droid találkozott Rey-jel és Finn-nel, teljesítette a küldetését. BB-8 okos, találékony droid, és jól tudja magáról, milyen megnyerő tud lenni. A birodalom brutálisan lemészárolta a külső peremvidéken található Lassan bolygó lakóit, a Lassatokat. Garaze Borelios, a Lassani díszőrség tagja, a kevés túlélő közé tartozott. A magorvada jószívű Borelios remek harcos volt, és a Lothalon csatlakozott az ott újonnan összeállt lázadó csapathoz, akiket Hera Syndulla és Kanan Jarrus vezetett. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ez a videó ennyi lett volna mára, de még mielőtt elmennél, írd le kommentben, hogy neked melyik a kedvenced ebből a 10 karakterből. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren.
Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erő legyen veletek. Sziasztok!